Rendőrségi autó vezette fel az autósokat a megnyitott M85-ösre, ami Magyarország legújabb gyorsforgalmi útja. A kedden átadott 7 kilométeres szakasszal együtt már közel 15 kilométeren keresztül közlekedhetünk gyorsabban és biztonságosabban Győr és Csorna között. Az eseményen Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter hangsúlyozta, hogy a munka folytatódik tovább. A cél, amelyet magunk elé tűztünk, nem kevesebb, mint hogy az M85 és M86-os fejlesztéssel 2016 őszére Győrtől és az M1-es autópályától Szombathelyig, 2018 tavaszára Sopronon át az országhatárig kiépüljön a gyorsforgalmi összeköttetés. Ezzel nem csak a Pannon vidéken élők mindennapjait szeretnénk megkönnyíteni, hanem a hazánkban látogatók számára is vonzóbbá tehetjük a régiót, üzleti és idegenforgalmi szempontból egyaránt. Nagy nap ez a Rába közé emberek életében, emelte ki a térség országgyűlési képviselője. Nagyon nagy nap ez a mai a mi számunkra, hiszen ez a gyorsforgalmi út, ez egyfajta köldökzsinórként fogja éltetni innentől kezdve, és a további gyorsforgalmi utak köldökzsinórként fogják éltetni innentől kezdve a Rába közt. És ez lesz a reményeink szerint garanciája annak, hogy a Rába közi fiatalok itt maradnak, a szülőföldjükön, itt vállalnak családot, így maradnak meg az intézményeink, és természetesen bízunk a gyorsforgalmi utaknak az iparvonzó hatásában is. Ahhoz, hogy Győr-Moson-Sopron megye gazdasági versenyképességét megtarthassa, nagy szükség van erre a gyorsforgalmi útra, hangsúlyozta Korálkos államtitkár. A munkahelyeket továbbra is meg tudjuk őrizni, hogy új munkahelyeket tudjunk létrehozni. Szükség volt erre a fejlesztésre. Hitem szerint és meggyőződésem szerint ez nem csak munkahelyeket őriz, hanem új munkahelyeket teremt a térségben, és segít annak a gazdasági térségnek az egységesülésében, ami erőt adhat a további gazdaságfejlesztő céljainkhoz. A most átadott útszakasszal a becslések szerint legalább 10 perccel rövidül az M85-ösön közlekedők menetideje.